Száraz György munkáit és programjait megtaláld a www.szárazgyorgy.hu oldalon. Boldog napot, szeretettel köszöntünk benneteket Liszkai Judittal, alias Jucussal. Szia Gyuri, sziasztok! És téged is természetesen köszöntünk, és kérlek téged, hogy avasd be bennünket abba a rejtélybe, hogy 2022. januárja mit hoz a számunkra a kínai asztrológia előrejelzés szerint. De itt most rögtön elmondom azt, ami ugye nem mindenkinek jut rögtön eszébe, hiszen nagyjából ez december utolsó napjaiban fog kikerülni a YouTube-ra. Mi azonban ezt jóval korábban vesszük föl. És talán nem evidencia mindenki számára, hogy elmondjuk, és szerintem én át is adom neked a szót, és megkérlek, hogy magyarázd el, hogy január 1-e semmilyen szempontból nem új év a kínai asztrológia szerint. A kínai asztrológia szerint semmiképpen, mert februárban kezdődik az új év, és a januári előrejelzés sem január 1-től van, hanem január 5-től. Most ez a hónap, az új hónap, az 2022. január 5-én kezdődik, 10 óra 15 perckor. De egyébként a nyugatiban sem, mert gyárilag március 21-től számítanánk. Ez a január 1, ez csak azért van, mert ugye a Gergely naptár szerint így vagyunk beállva, és ezért készítjük így, meg készíti mindenki így. De. És kérlek még akkor mondd el, mert ezt én sem ismerem konkrétan, és én például nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy meddig tart. Mert ugyanis amikor véget ér majd február elején, ez az utolsó hónap, akkor fog kezdődni ugye az új év. Igen, február 4-én fog. Tehát február 4-én lesz a kínai új év. Így van. És akkor visszatérünk ide a januárra. És most menjünk vissza a legelejére, és nézzük meg, hogy ez az utolsó nap, milyen állathoz kapcsolódik ez az utolsó hónap? Ez a január hónap, ez olyan érdekes, hogy tényleg a mi gondolat, vagy felfogásunk szerint már az új év, de a kínai felfogás szerint, és a rendszer szerint, ez gyakorlatilag ugye az évnek, a 2021-es évnek, most 21-es évnek az utolsó hónapja, és ez azért is nagyon érdekes, mi itt akkor most februártól februárig gondolkodunk, mert ez több szempontból is egy új szakaszt hoz majd a jövő hónap. Tehát elindul az új év, és annak úgy az új hónap, és viszont a 2022. január az egy záró hónap. Nagyon sok szempontból, ezt szeretném elmondani, mert hát ha más életeseményeket tud hozzá csatolni. Ez azért nagyon érdekes lesz most idén, mert ez lesz gyakorlatilag az évnek a legerősebb hónapja. Ez nem mindig van így, sőt, nagyon ritkán van így. Tehát, hogyha számítunk egy időintervallumot 2021. február elejétől 2022. február elejéig szakaszban, akkor ez a 22. január mutatja meg legerősebben végülis a 21-es évünket a kínai naptár szerint, és azért, mert ez az egész év, a 2021-es év és a január, még a 22. január, ez a Yin-fén bivajnak az éve, és ezen belül a január, ez a Yin-fén bivajnak a hónapja lesz. Erre céloztam. Tehát, hogy bivaj-bivajjal találkozik. Bivaj-bivaj, és az, hogy ugye gyakorlatilag az egész év energetikáját fémjelezte ez a Yin-fén bivaj, és akkor most még januárban ráerősítünk gyakorlatilag erre az energiára. Tehát, hogy igazán megnézzük, hogy ebben az évben mi volt. Ez az egyik fele, amilyen érdekes. És a másik fele meg az, hogy idén úgy alakult, hogy gyakorlatilag februártól, tehát 2021. februártól kicsiben minden hónap egy évet mutatott. Tehát gyakorlatilag ezzel a januárral, 2022. januárral egy 12 éves életszakaszt zárunk le úgy, hogy a 2021. február, az piciben a 2010-es évünket mutatta, a 2021. március ez a 11-es évet, és így tovább, és így tovább. És akkor most gyakorlatilag a decemberünk, az a 2020-as évet hozta egy picit vissza, tehát biztos más is tapasztalta, hogy decemberben visszaköszöntek olyan témák, amik a 2020-as évben voltak témák. És így most a 2022. január az egyrészt a teljes 21-es évünket hozza vissza piciben, illetve zárja ezt a 12 éves periódust. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon nagyon erős energetikai váltás lesz, amit most mondok 22. januárja, és majd a 22. február, amikor új év indul, új hónap. Akkor egy mondatban összefoglalva, mert ez így nagyon professzionálisan hangzott. De nehéz elmagyarázni. Igen, igen, egyébként nagyon érdekes, tehát ha az emberi képileg kivetíti maga elé ezt az időszalagot, akkor azért nagyon könnyű azt szerintem belátni, hogy itt most nem csak egy év fog lezáródni, hanem egy 12 éves ciklus is. Igen. Ami pedig egyébként zárójelben azt sejteti, hogy akkor 2022. február 4-től egy újabb 12 éves ciklus veszi majd kezdetét, zárójelbe zárva.
Mindenképpen újabb, igen, de ez most azért volt nagyon markáns, mert minden hónapban egy évet visszakaptunk kicsibe. Tehát a 21-es év az gyakorlatilag úgy telt el, nyilván itt van ez a COVID-helyzet, vírushelyzet, és nagyon sok mindenkinek át kellett gondolni az életét eddig, és mondjuk, ha ezt így most visszanézi ezután, hogy mondjuk 12 év, hogy mi volt 12 évvel ezelőtt, mit csinált az elmúlt 12 évben, mik azok a döntések, amik mára már nem minősülnek jó döntésnek, azokat el tudja hagyni, mik azok a dolgok, amiket viszont megtart ebből az időszakból. Uh-huh. Tehát ez egy olyan záró év volt, megyünk át egy új világba, új korszakba, kinek hogyan tetszik. Úgyhogy igazából ez a infém bivaj hónap, ez tulajdonképpen azt fogja mutatni kicsiben, amit az egész év. És akkor itt, amiről tudunk beszélni, az egyrészt ugye a infém energia, másrészt a bivaj energia. Tehát mindenképpen a infém energia egész évben fontos volt, fontos, vagy nagy hangsúlyt fektettünk a renoménkra is, ugye arra, hogy nekünk mi az, ami belefér, mi az, ami nem fér bele. Sokan választottak új irányokat. Mindenki egy picit szerette volna megmutatni, hogy ő miben különleges, vagy miben más. Ugye van, akinek ez kényszerhelyzet volt, mert valahonnan föl kellett állnia, vagy olyan élethelyzete lett. Van, akinek egyszerűen egy ilyen kiteljesedés időszak, hogy most majd én is megmutatom. Ugye hát ez a YouTube is, meg a videók, ugye egyre többen csinálnak videókat, podcastokat, próbálnak saját vállalkozásban boldogulni. Gyakorlatilag a tévét meg a rádiót szinte fölváltotta az internetes tévérádió, tehát ugye ez is ugye ide, hogy több ember tudja megmutatni. Hát hogyha én most szeretnék valamit megmutatni, akkor tudok csinálni egy saját csatornát, és akkor ott én oszthatom az észt vagy a gondolataimat. Úgyhogy ez is egy ilyen nagyon új dolog volt szerintem. Ez, ami összefügg a különlegességgel, tehetséggel, tehát meg tudjuk mutatni, és januárban is meg tudjuk mutatni, hogy ha valaki érzi a késztetést, hogy esetleg ebben az évben egy nagyon, nagyon sok dolgot tanult, vagy fölvett, vagy új dolgokat csinált, és ezt szeretné megmutatni országvilágnak, akkor ez például nagyon jó tud lenni. Aztán fontos például januárban az a kommunikáció, hogy mit, hogy tálalunk. Tehát maga a tálalás, a infém, az egy elegáns energia. Tehát nem szeret semmit, ami alantas, ami káromkodó, ami csúnya, hanem olyan elegánsan, ez a win-win helyzetek, mindenki örüljön, mindenki érezze jól magát. Jó, nyilván ezt nem lehet csinálni a végtelenségig, de ez is egy fontos dolog lesz. Aztán, amit még megmutatkozik, a maximalizmus. Tehát sokkalban előjön belőlük a maximalizmus, hogy vagy jól csinálok valamit, vagy sehol nem, vagy sehogy nem csinálom. Uh-huh. Az is egy fontos dolog. Aztán a fejlődés, a infémnek nagyon fontos a fejlődés, tehát hogy miben akarok fejlődni, hogyan akarok fejlődni, mik azok az utak, amik engem tovább visznek. Ez is egy kérdés lesz, ez is fog minket foglalkoztatni. Aztán a probléma megoldásunk ugye elegánsabb lesz, tehát nem biztos, hogy direktben keressük a konfliktust. Ugye a nyugati asztrológiában elmondtam, hogy érzelmi helyzeteket is kell tisztázni, és ezt tudjuk nagyon szépen elegánsan, viszont amit nem szeretünk ebben az évben és ebben az időszakban, azt nehezebben toleráljuk, hogyha direktben szembesítenek minket a hibáinkkal. Tehát nem egy célra vezető dolog ugye a kommunikációs és érzelmi helyzetekben, hogyha azt olvassa valaki a fejemről, hogy én miben vagyok szar, hanem hogyha finoman megfogalmazza, hogy mi az, amit csinálhatnék jobban, akkor ez egy árnyalatnyi dolog, tehát ez célt fog érni. Direktben, ha valakire ráolvasom, ráköpöm azt, hogy ő milyen, az nem fog célt érni. Mindenkinek egy picit sértődékenyebb, egy picit egósabb, de ezt is mondtam a nyugatiban, más perspektívában egy picit egósabbak az élethelyzetek, akkor például csapatmunkában jól tudunk ilyenkor működni, tehát hogy másokkal összefogva csinálunk dolgokat. Én azt gondolom, hogy a következő időszakoknak, éveknek, periódusoknak amúgy is ez lesz az egyik kulcsa, hogy most már nem egyénileg kell stand-upolnunk, hanem valamilyen közösséget összefogva tudunk együtt működni. Ez is föl fog erősödni szerintem. Aztán például nyilván az ünnepek után, már ugye itt januárt írunk, de valahogy még úgy nehezebben rázódunk vissza. Tehát a infém az azért nem a kemény munkáról híres, ez egész évben ez volt, hogy az emberek úgy, oké, dolgozok, én maximalista vagyok, kihozom a legjobbat, de nem biztos, hogy a kemény megterhelés a fizikai munka, hanem egy picit úgy benne van az ember, hogy most már próbálnék úgy boldogulni, hogy azért ne szakadjak bele. Hanem úgy valahogy úgy a munka körülmények, nagyon sok embernek ebben az évben szerintem számított, vagy lehetett döntéshelyzet, hogy mondjuk, mit tudom, dolgozott egy cégnél, és akkor nem tudom, nem volt rendesen fűtés az irodába, vagy mit tudom, én ígértek neki valami bónuszt, vagy 13. havi fizetést, és akkor azt mondjuk nem kapta, vagy nem emelték, vagy mondjuk, hogyha valaki számítógépen dolgozik, akkor mondjuk egy rossz gépet adtak neki, és tehát, hogy minden olyan helyzet, amikor nem méltók a munkakörülmények, abból könnyebben felállunk, nem szeretjük azokat a dolgokat. Ez is jellemző. Egyébként ugye a bivaj év égisze alatt vagyunk, és bivaj hónap, és a bivajra
ugye nem véletlenül mondják, hogy igavonó állat. Tehát nagyon sokat bírunk, nagyon olyan dolgokban tudunk fejlődni, ami a kitartásunkat kívánja, amiben hosszú távon látjuk a célt. Ugye azt mondtam az év elején is, hogy ez az év, ez a lassú, de lassú, de folytonos fejlődésről szól. Tehát, hogy nem biztos, hogy nagy léptékben látjuk a változásokat, vagy idén váltottuk meg a világot, ez januárban se lesz így, hanem aki az elmúlt évben, vagy az elmúlt 12 évben, honnan nézzük, belefektetett a munkájába, vagy volt előtte egy vízió, hogy őt mit, hogyan szeretne, akkor apró lépésekben, ha most januárban visszatekint, akkor azt látja, hogy igenis fejlődött és haladt, de nem biztos, hogy hirtelen, tehát nem ezek a Hübele Balázs dolgok működnek, és januárban sem ezek fognak, hanem kitartás, és itt is visszautalok, ugye Bakmars. Tehát amit szorgalommal, kitartással csinálunk, azok a dolgok fognak működni. Akkor ugye fontos lesz a család, mert ugye a bivajhoz az is földenergia, a család, családi értékek, otthon, tehát ezek is meghatározzák a döntéseinket, mind érzem, mind kommunikációs szinten. Ez lesz még jellemző. Illetve van még egy állás, ami nincs annyira erősen jelen ugye januárban, de egész évben egyébként jelen volt, ami több dolgot mutatott. Az egyik az, hogy probléma esetén hajlamosak voltunk, és az januárban se lesz másként mutogatni a másikra, hogy ez a, mit tudom én, köldszívgyógyszerre, vagy majd akkor te is meglátod, hogy mi lesz. Én ezt egyébként nagyon erősen oda tudom csatolni, hogy ugye nézzük meg ezt a megint csak oltás oltatlan, hogy egymásra kiabálnak, hogy bezzeg te igen, bezzeg te nem, te miért igen, te miért nem, és gyakorlatilag nem konstruktív, előre vívő dolgok vannak, hanem mindenki szájkaratézik a Facebookon, és akkor azt mondja, bemerte így, merte úgy, majd rájössz, ha rákerülsz a lélegeztetőgépre. Most bocsánat, hogy erről beszélek, de ez tipikusan ez az energia alacsony szinten. És az januárban is folytatódhat, ami egyfajta megosztottságot is mutat, hogy majd meglátod, ha te kerülsz ebbe a helyzetbe, majd meglátod, ha te leszel beteg, mit tudom én. És ez mondjuk nem egy kedvező dinamika, de ennek is nyilván van egy magas szintje, az pedig pont az lenne, hogy az ember a gyógyítással, a mások segítésével kerül kapcsolatba, és érez magába valami késztetést arra, hogy másoknak jót tegyen. Most ezt mondjuk lefordítva a Facebook és az alacsony energia szintjére, hogy nem biztos, hogy azzal teszek jót, ha valaki mondjuk megosztja, hogy neki mi a baj, hogy na látod, azért van, mert, hanem mondjuk segítek, hogy figyelj, nem tudom, egyéb fokhagymát mézzel, meg mit tudom én, egy kis gyömbért, és akkor hamarabb. Tehát, hogy ilyen formán is lehet ezt a gyógyítás, nem azt, hogy mindenki gyógyító lesz és kézrátéttel, csak hogy segíteni a másiknak, ha tudok egy praktikát, valamit, amitől én jobban lettem, ha valakim jobban lett, és annak a másiknak szüksége van rá, akkor segítsek. Tehát ez lesz a magas szint, és ez működik itt szintén ebben a hónapban. Illetve hát nem nagyon szoktunk egészségügyi vonatkozásokat nézni, de az egész évre hatott ez a dolog, és januárra is hat, hogy nagyon sokan felfedezhetik azt, hogyha van valami egészségügyi problémájuk, akkor az nem biztos, hogy fizikai síkon keresendő csak, hanem annak van valami lelki, valami egyéb dinamikája. Tehát gondolok itt például megint a félelem energiára, hogyha valaki mondjuk fél, és annak a következményeként lesz mondjuk depressziós, vagy enervált, vagy motiválatlan, akkor mindenképpen ott kell elkezdeni a kezelést, nem feltétlenül csak a depresszió gyógyszereknél, vagy akármi baja van, hanem magában is megtalálni testi szinten és lelki szinten is azt, hogy honnan eredeztető ez a dolog, és mindenképpen egy kiegészítő kezelésként ilyen dolgokat is figyelembe venni. Aztán, ami még érdekes ebben a hónapban, hogy nagyon sok románcvirágunk van. Tehát az emberek, ugye megint visszatok utalni a nyugatra, hogy érzelmi helyzeteket tisztázunk, érzelmileg fontos lesz ez az időszak, tehát az ember jobban igényli azt, hogy másokkal kapcsolódjon, beszélgessen mélyebben, felületesebben, működjenek az emberi kapcsolataink, és lesz segítő ember is a képletben, tehát hogyha bárkinek bármilyen problémája adódik, akkor mindenképpen gondolkodjon hangosan, mondja el a szeretteinek, környezetének, kollégájának, hogy ki miben tud segíteni, és meg fog érkezni hozzánk a segítség. Nekem alapvetően ez tetszett. Jó kis hónap egyébként. Tehát ez a bivaj hónap, ennek a bivaj évnek a záró akkordjaként, amúgy pedig a 12 éves ciklusnak a utolsó, mondjuk így, hogy íre föl kerülő pontjaként, szerintem ez tulajdonképpen nagyon, nagyon jó alaphangulatot kelt bennem, mert én amúgy is szeretem egyébként, hogyha tényleg, ahogy te is mondtad, a bivaj, tehát én úgy gondolom, igenis, nem csak, tehát ezekből a szűk, vagy beszűkült keretekből, a
az ilyen nagyon megcsontosodott elképzelésekből, és hát ugye az én veszőparipám, akkor most hozzuk be azt, hogy és az egótól valamilyen szinten eloldódni, valahogy azt meghaladni, és persze konstruktívan, tehát nem összeomlani, tehát nem az idegrendszerünk rovására, hanem épp ellenkezőleg egy tudati felemelkedéssel, egy tudati tágulással, kiterjesztéssel. Szerintem nagyszerű dolgokat lehet egyébként kihozni ebből a hónapból. Hát nem beszélve arról, hogy tél van, és ez amúgy is nagyon-nagyon jót tesz a különböző befelé forduló önismeretet, mondjuk gyakorló ember fejlődésének az irányába. Szóval ugyan nem került szóba nagyon a spiritualitás ebben a műsorban, de én akkor is azt mondom, hogy igenis, ha úgy értelmezem a te szavaidat, hogy egy spirituális fejlődő lélek számára mit hozhat, milyen lehetőségeket tartogat mondjuk ez a bivaj hónap, és nem beszélve arról, hogy karmikusan is milyen jó, hogy le tudunk zárni, ha ügyesek vagyunk bizonyos folyamatokat, és akkor ezt már nem visszük át a következő ciklusra, akkor én azt mondom, hogy még bőven van egy hónapunk arra, hogy amit csak tudunk, azt magunk mögött hagyjunk úgy, hogy tanulunk is belőle. Igen, és erre még egy praktikum így eszembe jutott zárásnak, hogy én hogyan, hát ezt mindenki más csinál, én hogyan csinálom. Tehát ez az év, ugye mondtam, hogy a lassú fejlődésről szólt a 21-es év. Tehát szerintem még januárban érdemes egyfajta számvetésnek, tehát a számvetés kicsit eltoljuk nem decemberben, januárban, hanem a még folyó, de már lezárásra ítélt dolgainkat lepakoljuk, és én új tevékenységet nem januárban kezdenék, hanem mindenképpen az új energiákkal februárral. Egyébként ez annyira igaz és aktuális, hogy én a Júzus faggatom most így a kínai asztrológia szemszögéből, mert hogy ő nem csak tanít, hanem még a mai napig is képezi magát, nem is tudom, hogy hova fog eljutni. És itt ugye az időzítések kapcsán, ugye faggatom őt, hogy nekem is van egy külön új projektem, egy új honlapot szeretnék létrehozni, hogy mondja már, meg nézze már, meg legyen szíves, hogy időzítés tekintetében melyik a legideálisabb a következő hetekben, hónapokban, melyik a legideálisabb időpont, a kezdésre alkalmas időpont. És hát ez is például fantasztikusan jó dolog, hogy mondjuk a nyugati asztrológia szerint inkább a december hónap az a zárásé, mondjuk a keleti szerint, vagy a kínai szerint az számomra. Nem, egyébként a nyugati szerintem ott meg majd inkább, de ott is inkább a február, mondtam, hogy február végéig futnak ki, ugye például ez a Vénusz-Plútó, február vége, március eleje, addig futnak ki, és ott is inkább a tavasz Jó, arra céloztam konkrétan, hogy nálunk ugye a téli napforduló, az mindig, például a spirituális szempontból, mondható volt, hogy asztrológiai szempontból a március 21-i tavaszi napi egyenlőség az évindító. Megbeszéltük, hogy a Gergely naptár szerint a DEC 31 az semmit mondó igazából, de bulizni nagyon jó, megszűnne a vegyeme. Viszont energetikai szempontból a december 21-e és annak környéke tulajdonképpen szintén egy vízválasztónak minősül. Abszolút. És úgy azért is mondtam azt, hogy igazából így lelkileg bizonyos terheket letudni, elengedni, lezárni, számvetés készíteni, mérlegre tenni az évet, az nagyon a decemberhez kapcsolódik nálam, de nem úgy, hogy dec 31-es vége, hanem természetesen úgy, hogy ez átnyúlik januárra, és akkor így a január tulajdonképpen lehet ennek egy utómunkálat, vagy lehet ennek a másik fele, és akárhogy is nézzük, de hát azért valahol elindulnak az új energiák, na ezek az új energiák az én megfigyelésem szerint, tehát mondom még egyszer, ez nem feltétlenül az égi energiákra vonatkozik, hanem itt a földi sorsokban bekövetkező energiák, amikor karmikusan átváltanak tulajdonképpen a múltból előttünk álló esztendőre a különböző sorsok. Ezt picit szakmailag úgy szoktam mondani, mert akár hiszik, akár nem, lelkek vagyunk, és a lelkeknek is ugyanúgy, ahogyan mondjuk egy könyvelő, de 31-jel egyébként, ugye valahol előbb-utóbb lezárja az évet, és csinálja egy mérleget. Ők is januárban csinálják egyébként, nem? Hát nagyon sok cégnél a... Januártól május végéig, attól függ, ha egyéni vállalkozó vagy. Szóval igen, tehát végül is az évzáró napja az a DEC 31. Na, valami ehhez hasonló dolog megtörténik, ami individuális, tehát egyre szabott sorsunkban is. És az, amikor az a folyamat, amikor átvezetik, hát kinek előbb, kinek később a sorsokat, a mérleg elkészítését követően a következő ciklusra, a következő egy esztendőre, az nagyjából december elejétől január végig figyelhető meg. Plusz-minusz mondjuk egy hét. Tehát valamilyen szinten, ha most még valaki észbe kap, és szeretne egy picit így spirituális szempontok szerint is
fejlődni, tehát tényleg megtisztítani magát, megszabadulni, letisztázni, kibékülni, megbocsátani, elengedni, tehát valóban hajlandóságot mutat a változásra, akkor ez a december-január, ez egy nagyon-nagyon támogatott időszak ilyen szempontból. És nem mellesleg, mert hogy minden mindennel összefügg, bár ez egy kicsit közhelyes, de van benne valami, a kínai asztrológia szerint is, és a nyugati asztrológia szerint is, azért nagyon sok ilyen lecsengő és számvető energia, vagy arra lehetőséget adó energia van most körülöttünk, úgyhogy én is csak azt szerettem volna megerősíteni, amit a Jézus egyébként már nagyon szépen kifejtett, hogy tegyük le, amit lehet, és utána pedig majd tulajdonképpen ezzel készítjük elő magunkat egy sokkal komolyabb új ciklusra, ami reményeink szerint azért tényleg kicsit több pozitívumot fog tartogatni. De hogy mit fog tartogatni, az kétféleképpen lehet megtudni, vagy úgy, hogy folyamatosan követitek a műsorainkat, és akkor hónapról hónapra látni fogjátok ezeket az elemzéseket, vagy úgy, hogy megnézitek a rövid havi előrejelzésekhez kapcsolódó éves előrejelzést, mert hogy lesz ilyen kínai, és lesz ilyen nyugati aspektusból is, tehát hamarosan, ha minden jól megy, akkor a december hónap utolsó napjaiban fog felkerülni igazából a YouTube csatornára az éves előrejelzés, mind a kettő. A másik pedig az, hogyha valaki mondjuk egy kicsit képezi magát, és ő maga is megtanulja mondjuk a kínai asztrológiát, legalábbis azoknak az alapjait, mert hogy erre ma már van példa. Ugyanis már 2021-ben, most már én is figyelek az évekre, két ilyen tanfolyam, két felnőtt képzés keretében indult tanfolyam is útjára indult, és hát mivel nagyon jól működik és nagyon sikeres, ezért most mondom időben, hogy majd úgy tervezzük, hogy 2022 tavaszán fog indulni egy harmadik csoport is, tehát mindenkit arra buzdítanék, hogyha lelkes, ha kacérkodik a gondolattal, hogy ezeket meg is tanulná, tehát nem csak ilyen rövid elemzések és kívülről jövő elemzések szempontjából merülne a kínai asztrológiában, hanem szeretné belásni magát, és igen, megnézni önismereti célzattal, vagy éppen a saját baráti családi körében a különböző emberismereti célzattal a különböző horoszkópokat, mégis mondhatjuk így, kínai is egy horoszkóp, akkor hát négy oszlopos sorselemzés, hogy hívják ezt egészen pontosan. Tehát aki egy más oldalról szeretné, egy sokkal praktikusabb oldalról szeretné a nyugatihoz képest, mindenképpen egy egyszerűbb, átláthatóbb a kínai, ezt mindenki elismeri, aki tanulta ezt is, azt is. Mondjad. Eszem meg az, hogy mosolygok, hogyha nem színész akar, hanem producer. Igen, tehát, hogy igen, igen. Tehát most gondoljuk végig azt, hogy egészen másképpen működik szerintem legalábbis az az információ, amit én magam ismerek fel, mondjuk egy képlet elemzése alapján, mint ha valaki nekem csak egy kívülről mondja, lehet, hogy meg se hallom, lehet, hogy nem úgy értelmezem. Szóval én azt mondom, ismerve ezt a tananyagot, tehát mind a 28 leckéjét, ami ugye 14 hónapos elosztásban, két heti turnusokban kerül egyébként a tanulók elé, és mondom, nem sokára, május végén lezáródik az első évfolyam. Tehát ezért merem mondani, hogy akik már nagyon előre haladott állapotban vannak, és igen, így a kérdések feltétel alapján, amit a Facebook oldaladra szoktak intézni hozzád, én azt mondom, hogy nagyon jól tükröződik az ő tudásuk, tehát hogyha valaki szeretne kínai asztrológiát tanulni, akkor gondoljon arra, hogy tavasz környékén, március-április magasságában lesz erre lehetőség, mert akkor egy újabb évfolyamot fogunk útjára bocsátani. Szeretnél még valamit mondani így? Nem, azt hiszem, hogy kerek volt. Bivaj hónapjának kapcsán, ha nem, akkor megköszönöm, hogy ilyen szépen megosztottad velünk ezeket a bizonyos információkat. Kérlek benneteket, hogy nézzétek vissza újra és újra, mert nagyon-nagyon sok információ fölött lehet, hogy ti is átsiklotok. Én is próbálom ilyenkor követni élőben, hogy Jézus miket mond, és néha, hogy lelemaradok, mert hát ugye én is próbálom behelyettesíteni, meg megfeleltetni a saját életeseményeimnek az itt elhangzottakat. Tehát szükséges az ismétlés, illetve ennek párjaként a nyugati asztrológiai jellemzést is 2022. januárjára vonatkozóan is majd tekintsétek meg, és ha ez nem lenne elég, akkor jönnek az éves elemzések. Iratkozzatok fel csatornánkra, osszátok meg videóinkat, podcastjainkat, köszönjük szépen egész éves kitüntető figyelmeteket egyébként, ha már itt tartunk, és boldog új évet! Így van, sziasztok! Száraz György munkáit és programjait megtalálod a www.szárazgyörgy.hu oldalon.